Üdvözlök mindenkit, Kolosszky Lajos vagyok, a Kite ZRT gépkereskedelmi üzlet ágánál marketing menedzserként tevékenykedem, és a traktorok a termékem. Néhány percben szeretném bemutatni a mellettem látható 655 MS traktort főbb tulajdonságaival. Ugye tudni kell, hogy a 6M sorozatot a John Deere németországi gyárában, Mannheimben kerülnek legyártásra. Ez négy alváz mérettel rendelkező traktor típust jelent, és ebből a második legnagyobb alvázmérettel rendelkező típus ez a 655 MS traktor, amely így rendkívül univerzális traktorként üzemel. Tehát alkalmas szántóföldi, szállítási és homlokrakodós munkavégzésre is. Rendkívül népszerű traktorról beszélünk világszerte, ugye az univerzalitása miatt. Magyarországon is évente 100 darab ilyen traktor kerül partnereink tulajdonába. A traktor erőforrása egy 6,8 literes, 6 hengeres John Deere saját fejlesztésű motor, amely itt látható. Ugye az az előnye ennek a motornak, hogy saját fejlesztés, erre a saját hajtásrendszer lett kifejlesztve, tehát rendkívül jó hatékonysággal bír, ez 95% feletti, ami kimagasló ebben a kategóriában. Ugye egy változó geometriás turbóval van szerelve, ezáltal az alacsony fordulatnál is rendkívül nagy teljesítményre képes. A következő elem a hajtásláncban, ami nagyon fontos, ugye a sebességváltó. Háromféle váltótípussal rendelhető ez a traktor, ami mindegyik mechanikus elven működik, de a vezérlésük más. Ugye a legegyszerűbb a power quad váltó, ezután következik az autókod, ami annyival tud többet, hogy a tartományon belüli négy sebességfokozatot automatán tudja kapcsolni, és a legfejlettebb váltó típusa ennek a traktornak a Command Quad váltó, amely már teljes elektromos vezérléssel bír, és van egy plusz funkciója, az Auto Clutch funkció, amely a fékpedál benyomására oldja a tengelykapcsolatot, illetve elengedésére zárja azt, ezáltal könnyebb fékpedál nélküli üzemeltetést eredményes, és könnyebb előrébb-hátrébb gurulást tud biztosítani ennek a gépnek. Ezután ugye a hidraulika rendszer, ami még fontos eleme ennek a traktornak, ugye ez egy nyomás és áramlás szabályozott rendszerről beszélünk, amelyet egy axiál duattyú szivattyú biztosítja a megfelelő nyomást és a megfelelő áramlási mennyiséget. Maximálisan ugye négy pár kihelyezett kört tehetünk fel, amely vezérlése lehet mechanikus, ugye egy Bovneres verzió az alapkivitelben, illetve 2020-tól már elérhető az elektromos vezérlésű kihelyezett szelepek is. Ugye az elektromos vezérlésű szelepek előnye az, hogy pontosabb munkavégzést eredményes, és ugye a komfort érzetet növeli. Ha a komfort érzetetnél tartunk, akkor beszéljünk kicsit a fülkéről. Ugye az újdonság, hogy egy rendkívül új fülke, egy más komfort, a rendelkező fülkét terveztek, ezáltal minden a vezetőülés környezetében van, és minden pontosan ott, ahol a vezetőnek szüksége van rá. Ahogy látható, ugye a sarokoszlop kijelző kiváltotta a műszerfalat, ezáltal jobb a kilátás előlefelé, akár egy homlokrakodó végzett munkához, akár egyéb feladatokhoz. Ugye bekerült az univerzális kijelző, illetve az univerzális antenna, ugye ezek már negyedik generációsak, ezek bármelyik gépre áttehetőek, átvihetők, amelyik fel van készítve erre a fogadásra. Ugye az univerzális kijelzőn bármely traktor funkciót tudunk szabályozni, vezérelni, különféle módon az automata kormányzást is ezen keresztül üzemeltetjük. Ugye az automata kormányzás a saját fejlesztése a John Deere-nak, mind az antenna, mind a kijelző, ezáltal nagyon megbízható teljesítmény nyújt, nincsenek kompatibilitási problémái, amik elő szoktak fordulni más gyártóknál. Ennél a traktornál elérhető még ugye a GD-Link távfelügyeti rendszer, most már az MS traktorokban is elérhető, ahol a partner a saját gazdaságait, a traktor üzemeltetési paramétereit, a szántóföldi adatait egy helyen tud kezelni, akár otthon a számítógépéről, vagy a saját telefonján keresztül is. Köszönöm a figyelmet!